Sziasztok! Egy újabb videóval jelentkezem. Na srácok! Ma végigjátszok az Infliction-t. De most miért nincsen amúgy úgy hang? Mert az előzőnél itt volt valami. Vagy nem volt? A kurva anyádat már megint. A tévében is van valami. Na jó van, srácok, ma ezzel fogunk játszani. Remélem, hogy ezt a szart most be tudom állítani. Egyébként a fülesnek is feljebb vettem a... Vagy fülesnek? A mikrofonnak is feljebb vettem a hangját. A Broken Pieces-nél ott egy kicsit halk volt. Nem tudom, hogy miért. De remélem, hogy most jó. Okés. Most elvileg be van állítva. Az Broken Pieces-nél ott nem tudom, hogy miért nem tudtam beállítani, de remélem, hogy most a hang is jó lesz, a mikrofon. A kurva anyját, hogy nekem ilyenekkel kell foglalkozni. És ma elvileg végignyomjuk a játékot. De most jó a hang? Amúgy. Igen, most visszhangzott, azt tudom. Nagyon remélem, srácok, mert én nagyon nem akarom hangosabbra venni, mert akkor az már nem lesz jó. Na hát, akkor folytassuk. Ez a játék, ez brutál. Ez nagyon kemény. Igen, a ilyenkor megállítjuk a játékot, ugye? Tehát a sztoria az annyi ennek a játéknak eddig, hogy mi leszúrtuk a feleségünket 10-szer, és az elfelejtettem mondani, de utána mi az autóval próbáltunk elmenni ebből a házból, és nekiütköztünk egy fának, és ezt mi láttuk is egyébként, amikor mi a házba beérkeztünk, hogy ott volt egy kocsi egy rendőrautóval, és azok mi voltunk, és mi is meghaltunk a játékban, és most annyi a feladatunk, hogy végezzünk el valami rituálét, hogy ebből a házból a feleségünknek a szellemét, azt kiűzzük. Lényegében ennyi a sztori, és most össze kell szedni bizonyos dolgokat, tehát már az előző streamben volt egy fog, most valami esküvői ruhát kell, és mi szerintem ebbe a faházba, ahol voltunk az előző streamben, mi ott megtaláltuk ezt a könyvet, amit mi hazahoztunk, ugyebár ott a pincében, ott hallhattuk, hogy másoknál is ugyanazok voltak a tünetek, amik nálunk, hogy hangokat hallottak, meg... megváltoztak az emberek, mint ahogy mi is, tehát utána mi is elmentünk a pincébe, mindig ezt a könyvet olvastuk egyébként, az ugyanaz, mint az Amityville Horror, a rettegés háza. A faház az például egy Evil Dead koppintás volt, gonosz halott magyarul, tehát nyúlnak itt a fejlesztők az ilyen régi filmekből, ami nem baj, sőt, ez a jó. És meghalt a legkisebb gyerekünk is, a feleségünk emiatt elkezdett, hogy is mondjam, gyógyszert szedni, gondolom emiatt kezdett el gyógyszerezni, mi meg alkoholisták voltunk, mi ütöttük, vertük a feleségünket is, stb. És nagyjából ennyi, nagyobbik lányunkkal meg nem tudjuk, hogy mi van. Azt hiszem lányunk volt, az is. Úgyhogy kb. Ennyi a sztori.
nagyon sokan ezt még elmondom, azt játszunk. Nagyon sokan egyébként ezt a legfélelmetesebb indie horror játéknak tartják, még a VR Jani is kiemelte, hogy iszonyú kemény, hogy ő is azt mondta, hogy ez az egyik legfélelmetesebb, amivel valaha játszott. Sokan egyébként csak ilyen fél órákat, egy órákat tudnak vele játszani, ezt írták a hozzászólásokban, mert annyira durva. Én nekem azt hiszem másfél óra kellett, ha jól emlékszem, és úgy voltam vele, hogy elég volt. Úgyhogy ennyi. Nagyjából elmondtam a játéknak a sztoriát. Így kb. Ennyiről szól. Na, hát folytassuk. Most elvileg a faházból visszatértünk. És most mi a feladatunk? Azt hol tudom megnézni? Ja, itt van. Igen, az esküvői ruhát kell nekünk megtalálni. De az nem tudom, hogy hol lesz. Hát megyünk. Itt volt a festmény, amin volt a faház. Ezek a hangok, geci. Nagyon kemény. Igen, ez a nagyobbik gyerekünk. Ja nem, ez a kisebb gyerekünk szobája. A kurva anyját, milyen hangok vannak itt, geci. Nem tudom, hogy most nekünk merre kell menni. Fogalmam nincs. Itt az ajtó, az még mindig nincs itt a fürdőszobába. Oda nem tudunk bemenni. Hát megyünk le. Nagyon kemények a hangok ebben a játékban. Itt van a tükör. Itt is át tudunk jönni. Ez a garázs, igen. A telefon. Ez egy segítség. Ezt már tudjuk. Nem, itt a kép. Oh my, you just keep dying. Over and over and over. I'm going to let you in on a little secret. Nem, akkor nekünk megint be kell menni a faházba. But only if they don't see it coming. Through the switch, bright light. She can't stand it. Kapcsoljuk fel a lámpát, és akkor az a sztánolni tudjuk a feleségünket? Nem, itt van a faház, srácok. Igen, akkor nem mentett ezután a játék. Mindegy, ezt megcsináljuk újra. Egy kurva jó meg van csinálva amúgy. És azt mondták egyébként, hogy itt felszedünk ilyen szart. Ezt. Ez nem azt jelenti, hogy a kameránkba kapunk filmet. Én azt hittem, nem végtelen van. Nem, ez azt jelenti, hogy itt használnunk kell a fényképezőgépet. Igen. Itt van a pinyó. Hú, és itt hogy is mentem le? Így. Aha. És odébb került elvileg. Ő a kurva anyját. Ez nagyon beteg.
Did you hear that? Nem, nem hallom. Dad's a drunk. Apa is drunk. Drank. Geci, de hogy lehet ilyet kitalálni? Egy baba hangon sír egy farkas fej. The answer lies below. Hogy lehet ilyet kitalálni amúgy? Igen. Tehát a lényeg az annyi, hogy mi ide jöttünk elvileg nyaralni, aztán a pincéből mindig furcsa hangokat hallottunk, meg suttogásokat, apám fasza, és aztán a végül lejöttünk. 25th March 1985. I don't ever want to come back. Last night there were all kinds of strange noises. Igen, itt mondja a feleségünk. I think maybe some of the vocals don't want us here. I heard something in the basement and had to investigate. Oh my god, it's the slaughterhouse down there with some really weird shit going on. I appreciate taxidermy as an art form, but this looked like more than that. Between the cabins and the history and strange noises, tehát gondolom rengeteg hullát találtak itt lent a finyóban. That's how those horror movies start. Gondolom én. Igen, és itt van az a feljegyzés, hogy mások is itt voltak. És itt van a könyv. Ugyanaz a könyv, mint ami nekünk van otthon. A kurva anyádat. Halló! De megijedtem, geci, hogy valaki ott áll az ablakban. Ez a feleségünk volt. Bazd meg. Igen, és itt beleugrunk. Itt hagytuk abba a streamet. Én azt hittem, hogy a játék az itt ment egyet, de nem. Itt nem volt mentés. Na. De beteg, bazd meg amúgy. Jó, és itt most merre kell menni? Ezek a hangok, bazd meg. Remélem, hogy a hang az most jó lesz. Nagyon-nagyon-nagyon remélem. Próbálok azért hangosabban is beszélni egy kicsit. Ó, itt még nem voltunk. Ordítani fogok. Elmúlt a zene. Ez nagyon nem jó. Becsukódott, jó? Bazd meg. Micsoda hangok. Na itt a ruha. Megvan a ruha. It's bad luck to see the bride before the wedding. Get out of here, you. Wait a minute. Come here, you. Now go. We're gonna be late to the altar. Mm-hmm. Jó. Hallottam, hogy valaki van mögöttünk. Igen. Na most mi van?
itt nem tudtam másik irányba menni, nem tudtam megmozdulni. Slaughterhouse down there with some really weird shit going on. Just needs a woman's touch. A cold day. It changed the man out here. Jó, és most le kell menni a pinyóba? Mit? Ez micsoda? Bocsánat, srácok. Ezt meg kell néznem. Ja, hogy ékszer. Jó. A gyűrű. Azt néztem a videókban, hogy azt én nem találtam meg, de volt egy esküvői gyűrű. Az viszont a szobánkban volt. A kurva anyádat. Fú, geci. Megint hol a francban vagyunk? Megint a Diliház. Alattunk meg egy templom van, vagy mi a franc? Nem tudunk erre menni? Lépcsőt nem tudjuk használni. Liftet nem tudjuk. Akkor most mi van? Lehet, hogy fényképezni kell? Azt hittem. Ó. Na itt mi lesz? Ú, apám, ezek a hangok. Nagyon kemény. De itt semmi nincsen. Dehogy nem. Use, oké. Okay. És bedobja a lámpát, érted? Oké. Okay. Most meg kell néznem a hangot, srácok, hogy jó-e. Isten bocsássa ezt meg nekem. Most meg kell néznem a hangot, srácok. Na. Remélem, hogy jól lehet most hallani. Sajnálom, hogy a Broken Pieces-ben ott egy kicsit halk volt a mikrofon. Most adtam rá, vagy... kettővel, tehát az a baj, hogy az meg ott kicsoda. Ki az? Ki ez? Az igen. Ez ki volt? Yeah.
De ez ki a franc? Így kell itt átmenni. De... Mi a franc ez? Amúgy. Jó, jó, jó. Öljél meg megint. Jó, és itt... Hogy megyek tovább? Ezen átmegyek, azonnal meghal. Nem? De... És ezzel most mit tudok csinálni? Most mi ez a rész? Ezt most nem értem. De itt hogy jöjjek át anélkül, hogy engem észrevenne? Jó, hogy ez csak a hangokra megy. Akkor ő engem nem lát. Ő nem lát. Így már értem. Be lehet oda zárni? Be lehet oda zárni a faszit? Ezt meg kell néznünk. De ez kicsoda amúgy? Hogy jön a képbe? Ez a rész, ez egy kicsit idegesítő már amúgy, megmondom az őszintét. De... Az előbb hogy nem vett észre? Hm? Az előbb... Ez egy kurva gázrész amúgy, most nem azért. Itt az ember hogy a faszba menjen át? Hogyha ez a fasz engem így észrevesz? De... Az előbb itt megálltam, és ő meg ment tovább. Úristen, de most mi ez a rész? De... Ja, hogy itt van egy szellőző. Hát azt nem is vettem észre. Jó, bezártuk. Kaptam is egy trófeát. És most mit? Szétbassza az ajtót?
Tehát így kellett, hogy ott volt egy mögöttem egy egy szellőző. Azt láttam, amikor ott voltam a generátornál, de akkor ezt máshogy nem is lehet megcsinálni. Gondolom, hogy ezt a részt máshogy nem lehet. Na, most már működik a lift. Nem, ez a rész, ez... Anyád, ott jött. Ez a rész, ez idegesítő volt. Nagyon. Ó, az olyan volt, mint a piramis fej a Silent Hillből. Úgy nézett ki. Megint itt ez a kibebaszott kurva fénykép. All that training paid off, it seems, as she came first in the annual trial. And you know who you are. Ordeal. Some believe this is their life flashing before their eyes. It's really a moment of clarity, a clear meaning, and understanding that every action you take will bring you closer to your judgment. Do you understand the extent of your actions? The tormentor can become the tormented. The giver of gifts can become the sinner. Szia, Isabella! A kurva anyádat. Mármint nem neked mondtam, ne haragudj. Remélem, hogy most a hang az most jó. Az előző streamben kicsit halk volt. Nem? Most feljebb nyomtam. Mondjuk neked úgy is jó. Mármint a hangerő, de nekem nem. Még egyszer meg kell hallgatnom, srácok. Isten bocsássa ezt meg. De most szerintem jó a hang. Szerintem. Jó, arra nem tudunk menni. És erre. Aha. Megint itt vagyunk a Divi házban, vagy... Nem. Igen, elkapott minket a feleségünk. Igen, mert sajnos nem tudom, hogy volt halkabb a mikrofonom. Szerintem állítgattam én itt valamit megint. Lehet, hogy a fülesemen állítgattam, és ilyenkor a mikrofonra mindig adni kell, és elfelejtettem. Hát a feladatunk az még mindig ugyanaz, az nem változott. Jó, és itt a feleségünk elől én hol bújjak el? Jó, hogy így az ágy alá, aha. Bármelyik ágy alá el tudunk? Ez alá például nem. Meg ez alá se. Ez alá például el tudunk. Nem merek most még itt tovább menni, mert hallom ezeket a hangokat, és most nem tudom, hogy most mi a fasz van. Aha. Értem. Jaj, rosszba mentem be! A kurva anyádat! És így lerúg minket, érted? Mint Bruce Lee. Őrület. Komolyan mondom. Őrület.
Megint csöng ez a geci telefon. Throw the switch. Bright light. She can't stand. De megint ezt mondja, hogy kapcsoljuk fel a lámpát, és akkor ezzel le tudjuk bénítani. Vagy lehet, hogy a fényre jön? Hogy kapcsoljuk le a lámpát? De a kurva anyádat! De ez hogy... Ezt hogy védjem ki? Most úgy őszintén, hogy hirtelen megjelenik. Itt a játék vége fele már inkább frusztráló lett ez a játék, mint félelmetes szerintem. Pedig nagyon-nagyon jó volt végig a feszültség. De gyanítom, hogy itt a játék úgymond elfáradt. A fejlesztők már nem tudtak már mit kitalálni, és egy kicsit így érzem. De... Megint megjelent ez a büdös kurva. Persze ijesztő még ez is, amikor így megjelenik, legalábbis belém fagy a szar, de ez már inkább frusztrál. Én anno ezért utáltam például az Alien Isolation játékot, mai napig istenítik azt a játékot. Olyan geci idegesítő volt, mikor az Alien megjelent, addig zseniális volt a félelemfaktor, az atmoszféra, még nem jelent meg az Alien. Amint megjelent, geci, meghalt a játék. Borzalmas volt számomra. Egyszerűen állandóan megjelent, idegesítő volt, nem volt félelmetes, már mindig szittem, hogy már megint itt vagy, takarodj a kurva anyádba. És nem azért mondtam, mert beszartam. Kurva idegesítő volt az Alien Isolation, borzalom. Pont ezért nem szerettem. Hallod, menj már innen. Húzzál már innen. Na azért mondom. Mennék tovább, de nem tudok, mert itt van ez a kurva. És megint itt van. Nem akar eltűnni? Itt van bal oldalon. Lebeg a ruhája is. De menj már innen a faszomba! Rezeg a kontrollerem. És ez nem fog innen így eltűnni? Nem, megint visszajött. Hát geci, beszarok. Ennek nem kéne eltűnnie? Mert eddig mindig eltűnt. De akkor visszamegy, akkor... Menjek át a másik szobába. És mi a faszom van? Nem értem. De... Hogy éljem ezt itt túl? Hogy? És ezt komolyan gondolták itt a fejlesztők? És ez komoly. Ezt nem hiszem el, egyszerűen.
De nem szánolódik a fényre. Ez az, rúgjál le! Ő Bruce Lee, bazd meg, komolyan mondom, hát... Nem, ez nevetséges itt ez a rész már, tehát ez... Semmi bajom nem volt ezzel a játékkal, de itt a vége fele valahogy, nem tudom... Elcseszték, elég durván. Jó. Hallom, hogy sétál. Most megy el az ajtó előtt elvileg. Aha. És tényleg. Arra kell menni? Jó, ezt csukjuk be, én azt mondom. 12th of April, 1996. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So I was shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix our marriage. Maybe try to move past everything and start. Itt sétál a folyosón egyébként. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back. If you help our marriage, I'll try anything to end this nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. Jaj, ezek azok a kártyák, hogy maga mit lát bele ezekbe a kártyákba? Want him to get help, but I'm scared of how he react. No. Én ebben mit látok bele? Én egy embert látok, aki kettő ilyen üveget fog a kezébe. Vagy sörös üveg, vagy boros üveg. Ez pedig kettő ilyen kis szörny, vagy lényecske, aki néz egymással szembe. Vagy hogy mondjam? Fú, ez nekem olyan ilyen bogárszerűségnek tűnik. Jó, és... Aha. Kell használni a gépet. Az a feleségünk? Mi a fasz? Itt van az ajtó előtt egyébként. Ott van.
De még közelebbről csináljad róla a képet, amúgy. És ez nekem miért jó? Pedig innen kell valahogy tovább jutni. Ó, azokat lehet forgatni. Hát ez nagyon jó. És ez a képen van rajta? Háromszög, kehely. Igen, az a kehely. És itt. Már megint itt van az ajtó előtt. Ez a háromszög. És az a póka. Ez. Elvileg megvan. Nem, a jobb alsó az nem az. Ez. Igen, megvan. Na, ez tetszett. Csak legelőször nem értettem, hogy mit kell csinálni. De ez tetszett, ez jó volt. Ez mi a szar már meg én? Elbaszott egy játék ez, én azt mondom. Kávé? Olyan, mint azt mondaná, hogy kávé. Little Michael. I'm still not used to the name, but it's starting to grow on me. Perfect. And he looks just like you. De most miért nem feliratozza a játék? Az biztos, hogy vagy a feleségünk, vagy mi voltunk ilyen elmegyógyintézetben. De nem véletlenül volt minket ide mindig vissza a játék. Sétál valaki, halljuk. Pentagram, van itt minden. Mi a szar? Ez mind a sörös doboz, meg sörös üveg? Az árnyék, az meg mi? Ez a feleségünk terhesen? Vagy az a gyerekünk? Az a gyerekünk. Úristen. Kurva sokat megittunk. Ott egy árnyék. Próbálom itt értelmezni a látottakat. You're a monster. You can't live like this anymore.
És akkor itt látjuk, hogy megint, hogy a feleségünket leszúrjuk. I'm not the one with problems. I just need to numb the pain. Na jó, menjünk innen a faszomba. Elég volt ebből. De kurva sötét van itt egyébként. Most a pincémben vagyok? Itt van a pentagram. Hú, a kurva anyádat, mi a szar volt ez? Geci sötét van, szart se látok. Tudom, hogy erre kellett volna jönni. Igen. Itt kijövünk. Anyád, szar volt ez. Milyen kint a világ, hallod? És ez bágos, vagy ez tényleg ilyen? Milyen az ég? Meg nincs háttér. Ez normális? Mi a szar ez? June 6, 1996. Gary's gone totally insane. Since Michael, and he terrifies me. He terrifies Maggie too. I should have left with Maggie years ago. But I love him, and I can't just leave him like this. Maggie ran away, and she hates me for not standing up to him. She's right, and I don't know where she is. But that now I'm all alone. Teljesen megőrültünk egyébként. I wish my Gary would come home. Instead I'm stuck here with that drunk monster. We were all so happy. How did we get here? It's been 10 years now. And I'm so dumb I can barely get out of bed. And I'm trying my hardest to stop taking the pills, but it's all I have now. And I wish I could change things for Maggie's sake. Maybe she's better off without us. Mi vagyunk a drunk monster. Tehát ez az egész, ha jól értelmezem, ez már 10 éve tart. Ez az egész, hogy mi ilyenek lettünk. És hogy lényegében mi akkor úgymond terrorban tartottuk a feleségünket is, meg a lányunkat is. Érdekes. Valamit megnézek. Itt. Na mindegy. Tehát lényegében féltek tőlünk. És ez nem tudom, hogy ez a könyv miatt volt, gondolom, de teljesen megbolondultunk miatta. Várjál is. Szerintem az esküvői gyűrű fog kell lenni amúgy, ami viszont a szobánkban volt. A kurva anyját, de megijedtem, geci. Ó, itt voltunk, emlékeztek? És mondtam, hogy itt egy templom van alattunk. Ez nem templom, vagy az? Nem. Hát ez úgy néz ki pedig. Teljesen megbolondultunk. Ó, írógép.
Resident Evil. Ó. Ó. Aha. Na, és mi lehet a kód? Mi lehet a kód? Gyanítom, hogy ez nem lesz annyira egyszerű. Aha. Kár, hogy nem tudunk futni. Itt nem tudunk bemenni. Akkor viszont... Ez nekem gyanús. Honnan tudnék rájönni, hogy mi a kód? Ha ezt lefotózom. Valahol a kódnak itt kell lennie, egyébként meg. Erre nem tudunk menni, mi? Nem. Oké, és... Itt akkor nem tudunk bemenni, ez biztos. Mi lehet a kód? Lift az nem működik, akkor itt se tudunk bemenni. Ó. És ez most nekem itt miért jó? Olyan, mint hogyha az egy hármas lenne, látjátok? Itt. Ez egy hármas. De ezt miért lehet itt húzigálni amúgy? Ennek mi értelme van itt? Lehet, hogy ez a szám? 4, 3, 2, 1. Bár nem hiszem. De hogy tudok erre rájönni? Ezt komolyan kérdezem. Na, akkor itt leszünk egy darabig. Jól van. De az emlékekből nem hiszem, hogy abból kell kideríteni.
Fordított kereszt is van itt a izén, az ajtón, kemény. De jól látom, hogy teljesen más alak van a képen, mint ami itt az ablakon. Vagy csak én látok bele mást? Szerintem csak én. Úgyhogy... Na, ezt is lefotóztam. Nem tudom, geci. Hol lehet a kód? Hová raknám én, mint fejlesztő? Én egyébként így ide. Ide. De most 4, 3, 2, 1. Ez olyan itt, mint hogyha egy ilyen hármas lenne, a kettes helyett. De honnan szopjam ki a kódot egyébként? De most tényleg. Miért van itt ennyi írógép egyébként meg? Nem tudom, geci. Mi itt a logika? De innen is látszik, hogy ott egy hármas egyébként, itt. Az egy hármas, innen is lehet látni. Na, itt most elakadtunk, srácok. Itt most tényleg elakadtam. Egyszerűen, hol van a kód? Vagy mi a kód egyáltalán? Érdekes ez. De legalább itt lenne valami papír, vagy nem tudom.
De itt össze kell a számokat adni? Nem tudom. Mi itt a logika? Ugye nézek róla egy videót, komolyan mondom, mert nem tudom, egyszerűen ötletem nincs, már mindent lefotóztam. Mit csináljak még? Mit csináljak még, bazd meg? Honnan szopjam ki azt a kurva kódot? De most tényleg? Most egy normális ember erre rá tudna itt jönni? Hogy? Hogy velem van itt a baj? Szerintem velem, de... Én ezt az előbb megnéztem, bazd meg. 10 balra, 50 jobbra, 5 balra. De... Már mint a tízesség. 10, 50, 5. No? De hogy balra? Mármint értem, hogy mondja. Tíz, ötven, öt. Tíz. Ötven. Oké, megvan. Csak rájöttem, bazd meg. Megint itt van a nagymama. Oké. Most ő is leszúr minket. De legalább rájöttünk, hogy kell. És nem néztem róla a videót. Carrie's gone totally insane. Maggie ran away. And she hates me for not standing up to him. She's right. But now I'm all alone. And I wish my little girl would come home. But I love him. And I can't just leave him like this. De most már meg tudjuk csinálni azt a rituálét. Jó lenne már amúgy. Égesd el az itemeket, oké, na azért mondom. Most lesz az igazi agyfasz, szerintem. De várjál az izébe, a kandallóba, nem? Most nem még a tűz? Nézd meg, milyen geci a játék. Itt akartam volna elégetni. Hol tudom még elégetni? Úgy nem tudunk lemenni a pinyóba. Silent Hill 4, igen. Hol tudom elégetni? Hát a tűzhely, nem? Itt, a konyhában. A search grid has begun over the crash site, but no survivors have been. So here he stands, at the gate. Does he understand the extent of his crimes against his eternal soul? He can't set things right. It's over. You can ensure eternity is fitting for those he affected. I'm letting that here myself. Well, it's time to end it. Move on to the best part. That
concludes our broadcast today. Itt a sütő. Itt. De akkor hol tudnám egyébként elégetni? Van ez. Nem működik, jó? Megnéztem, hogy mi megy a tévében. Anyád. Te valaki összefirkálta volna a feleségünk fényképét. Jó, hát itt lent nem tudunk mit csinálni. Jó, a kurva anyádat. Elkezd zenélni. Na! Kell a izé, a hamvak? De az hol van? Nem tudok elbújni. Az előbb még el tudtam. De miért változott így meg ez a szoba? Hogy itt kell elégetni? Nem itt kell, hogy menjünk, de nem tudunk azé pincébe lemenni. Ez a kép, ez még mindig brutál. Ott a feleségünk egyébként. Anyád. De most el tudtam bújni, de az előbb nem ez volt itt, hanem egy ilyen kazánház szerűség. Akkor most tudunk lemenni a pinyóba? Ez nagyon jó. Budin vagyok, adjál békém. Faszomba. Nem, egyszerűen nem értem, hogy most hova kell menni. Most mi a fasz? És mi vagyunk a feleség? Mi?
Mi ez az elbaszott játék amúgy? Itt a feleségünknek el kellett minket kapnia? Mi van? Így ül, dead. Kaptam egy trófeát egyébként. Aha, itt van megint. Az meg, de megijedtem, Geci, hallod? Mi ez a beteg játék? Mi ez az írógép itt? Úristen! Mosogató is tele ilyen pelekkel, mindennel. Hát srácok, most nem tudom, hogy mi a fasz van. Itt is megváltozott. Nem tudjuk elrakni. Azt próbáltam. De hová kell most nekem itt menni? Azt a kurva eget. Ez kurva jó. Hát ez az elbaszott fénykép is, vagy elbaszott kép is fordítva van. Na most viszont nem tudom, hogy merre kell menni. Ki ez az idős nő? Mi kép... Ez ki a faszom? Dick Esman. Ő volt Dick Esman. Na, ez a rész, ez 100%... Száz százalékig Silent Hill egyébként. De ilyenkor nekem merre kéne menni? Hát most komolyan nem tudom, hogy most mi van. Mindig változik minden. Hogy ennek így kell lennie?
ezzel nem vagyunk előrébb. Egyre elbaszottabb itt minden, de... De nem tudom, hogy nekünk ezt kell most csinálni? Hogy mindig elkapjon a feleség? Komolyan nem tudom. Ez a hang, ez itt mi volt. Mindig megváltozik a ház. Még mindig rajta van az izé lakat. Azt a kurva eget. Most mi van? Amúgy nekem erről az írógépről nekem mindig egy horrorfilm jut eszembe. A Mesztelen ebéd. Amikor az írógépből egy ilyen bogár lesz konkrétan. David Cronenberg filmje. Mindenkinek ajánlom. Nagyon beteg. De most mi a faszom van? Most... Nem értem, én ezt a részt egyszerűen most így nem értem. Ezt most nem értem. Felvettünk egy öngyújtót. Itt most megint megváltozott ez a helyiség, mert eddig nem ez volt itt. Most mi van? Csukjuk be, hogy ne átcsorogjon ott senki. De most miért nem veszi magához az öngyújtót? Vagy ez egy rossz öngyújtó? Nem működik? Igen. Hát ez... Jó, itt... Igen, a... Ugye a nő nem tudja, hogy hogy halt meg a gyerek. Hogy nem ő ölte meg. Mi meg gondolom őt... Gyanúsítottuk meg más is, nem? Legalábbis gondolom. Akkor ez a gyújtó nem működik, ugye? A harmadjára nézem meg. Hát ez nagyon jó. Nem, itt a játék az itt a vége felé már elfáradt sajnos. Nagyon. Már nem tudták a fejlesztők, hogy már
mit csináljanak. Itt már nagyon érződött. És így se egy hosszú játék, elvileg, és mégis. Ez a festmény, bazd meg, ez... Hopp! Na, ez működik! Time to finish this. Jó. Akkor... Nagyon jó. Elkapott. Nekem itt amúgy most így merre kéne menni? De most megint? Jaj, Istenem már! Megint zenél itt valami a kurva anyját. Mi a szar? De ez itt mind izé véletlenszerű. Fejezd már be, bazd meg. Kurva anyád. Anyád, mennyi fordított kereszt. Akkor kiírta, hogy finish this, akkor mit kell nekem csinálni? Borzasztóan elfáradt ez a játék itt a végére már. Egyáltalán nem félelmetes. De itt ilyen véletlenszerű lesz minden, és akkor így találjam meg az öngyújtót, vagy... Változik, geci. De itt van az öngyújtó, szóval... De mi alapján változik a szoba? Én ezt ne... Ezt nem értem most például. Most ez is miért nem úgy néz ki, mint az előbb? Nem értem.
Ez most egy ilyen hullaház lett. Nem értem, hogy mi alapján változik a szoba, hogy nekem ilyenkor hova kell menni, vagy mit kell csinálni, hogy megváltozzon. Itt meg most nincs itt az írógép. Keci. Még kurvára kezdek ebbe így belefáradni egyébként. Aha. Tehát nekem oda kell menni, visszajövök, és akkor itt lesz az öngyújtó. És most hova kell menni? Most az a kérdés, hogy hova kell menni? Na most el van minden égetve. Ide kell visszamenni, ahol történt a... De a kurva anyádat már! Oda kell visszamenni, ahol történt a gyilkosság. Oda a végébe. Ez kurva idegesítő itt ez a rész. De ide kell visszajönnöm majd. Fú, de idegesítő itt ez a rész. De honnan tudjam, hogy hol van a feleségem? Hogy? Most sincsen úgy megváltozva a szoba, ahogy kéne. Én ezt nem értem, hogy mi alapján van, geci. Nem értem. Na. És most vissza kell oda menni, ahonnan elindultunk. De honnan tudjam, hogy a feleségem hol a faszba van? Visszaértünk. Ez az. Igen, és akkor itt szétszórjuk így a hambakat. Igen. De most mi van? Jaj, de szép mosolyod van, Istenem. Kiűztem az összes démont, a ház megtisztult. És ennyi volt a játék? Hagyjam el ezt a helyet. Oké. De most például az előbb, miért nem jött a feleségem, hogy megöljön? Túl gyorsan megcsináltam ezt a részt. Na, a munkával itt végeztem. Ideje menni. De hát már halott vagyok, bazd meg. Azt az előző streamben elfelejtettem mondani, hogy mi is meg vagyunk halva. Logikus, hát egy az autó balesetben haltunk meg.
Várjál, itt is ki tudok menni? Ott persze nem. Itt se. Hol tudok kimenni? Itt? Itt se. Hát... Csak ott tudunk. De várjál már! Az autónk az... az kín van? Most... De itt a pince van, hát nekem nem arra kéne menni. De most... El akarja hagyni a házat, és halott nem tudjuk. Persze, hogy erre kell menni. Megszabadítottuk a házat, most mi a fasz kell még csinálni? Ott volt egy árnyék. Nem tudtam erre jönni. Most a pokolban vagyok? Az áldozatom... legendás. Vagy valami ilyesmi. Mi a fasz? Ez is ilyen sátánista kurva élet van, amúgy. És maga a démon szól hozzánk. 3-3-7-8-4-6. If you take your place, someone will be with you, and we can begin. Oh, itt vannak ezek a szemétládák. Akikről mondtam, hogy ezek kicsodák. Ú, ez nagyon Hellraiseres, geci. Ezt is onnan lopták, a Hellraiserből. Sok játékból, vagy játékból, sok filmből loptak ezek a fejlesztők. Hellbound. Trófea. Srácok, egyébként ez egy jó játék volt. És másfél óra alatt vittük végig. Ez egy jó játék volt. Csak itt a vége fele már nem volt úgy félelmetes, már érződött tényleg az, hogy már nem volt úgy ötlete a fejlesztőknek, hogy így elfáradt az egész, de alapjáton, így az összességében ez egy kurva jó játék volt.
Úgyhogy nem bántam meg, hogy végigjátszottuk. Na. Túl vagyunk ezen a játékon is, srácok. Kurvára nem bántam meg, hogy végigvittük. Azt írták, hogy ez egy igazi alapjáték az indi horror játékok közt. Ez egy igazi alapjáték. De szerintem kurva jó volt. Csak mondom, itt a vége fele így már érződött, hogy már nem tudnak már mit kitalálni a fejlesztők. De így se volt elhúzva. Hát három óra alatt végigvittük. Hogy 3 óra? Kb. 3 óra alatt kivittük. Na mi van? Azt a kurva, milyen szag lehet itt, geci? De most mi van? Ezeket hogy hívják? Ilyen epilógus? Hiába ég a lámpám, kurvára sötét van. Ez egy ilyen epilógus konkrétan. Gondolom én. Na. És ez most mi a faszom egyébként? 4 féle befejezése van a játéknak, vagy nem értem. De ez most az, hogy melyiket választom? Komolyan nem tudom. Én ezt választom. Nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha a másik 3 ajtón megyek be. Szerintem 4 féle ilyen mini lezárás van. Na, ezt meg a körből vették. Volt itt Hellraiser, Köd, Evil Dead, Amityville Horror. Sőt, én még egy minimális ragyogást is véltem felfedezni a, mondjuk az ilyen fejszéről például. Sok játékból játék. Mindig játékot mondok. Sok filmből loptak a fejlesztők. Ez egy Kickstarter projekt volt? Ezek voltak a támogatók? Azt pont nem figyeltem. Ez egy Kickstarter játék volt ezek szerint. Jó sokan támogatták a játékot. Unreal Engine volt alatta. Srácok, ez egy jó játék volt egyébként, tehát én amúgy élveztem, csak itt a vége fele már annyira nem. És nem azért, mert nem volt félelmetes, úgy már fárasztó volt. Ez az állandó meghalás, meg ez, hogy... Meg hogy behoztak ilyen, azt a dagat izét, hentest, tehát egyszerűen nem tudom, hogy azok kik voltak, vagy mik voltak, pokol tagjai voltak, vagy nem tudom. Chapter Select. New Game Plus is megnyílt, meg bonus content. Bonus content. Micsoda? Tehát, hogyha
így, tehát New Game Plus-ba indítod a játékot, akkor nem lesz Chapter Select opció, és reseteli a progress-t, viszont állokkolja a memóriákat és a kamerát. Tehát gondolom, hogy nem kell újra mindent összeszedni, hanem ami kimaradt, azt most be tudom pótolni. Gondolom én. És ez tök jó, hogy nem kell megint mindent a nulláról kezdeni. Micsoda! Tehát megnövekszik a speedje és a frekvenciája a szellemnek, akkor még gyorsabb lesz, gondolom én. És új feladványok lesznek. Új puzzle. Az igen. Itt vannak a pályák. Jó. Te 99-ben öltük meg a feleségünket. 96-ban volt, gondolom, elmegyógyintézetben. 86-ban voltunk a faházban, tehát akkor találtuk meg a könyvet, gondolom én. Vagy nem tudom. Halál, 86. Most a gyerekünk az akkor halt meg. A kis gyerekünk. 86-ban. De szerintem az anyuka se volt százas. Hát ő nem tudja, hogy hogy halt meg a gyerek. Csak ott volt a karjaiban a csecsemő. Hagyjad már ezt a baromságot! Nem tudom, hogy halhatott meg a gyerek. Hogy lehet, hogy amiért mi ütöttük, vertük, meg alkoholisták voltunk, hogy bekattant az anyuka, úgyhogy gyógyszerezett. Lehet, hogy a sok gyógyszer hatására elborult az agya, és megölte a saját gyerekét. Csak nem emlékszik rá. Komolyan nem tudom. Aki tudja, az nyugodtan írja le itt a komment szekcióba. Nem tudok beszélni, meg fogalmazni. Nem baj. Lényegtelen. Viszont megnézzük ezt a bónuszt. Tehát ez most olyan, mint hogy egy ilyen múzeumba lépnénk be. Ez kreatív. Jó, hogy itt tudunk bemenni. Húsz évvel ezelőtt... Igen, brutálisan megölték Sarah Pottot. Tehát itt a festményeit tudjuk majd megnézni. Igen, tehát így a halála után gondolom így kiállították, és most meg lehet nézni, amiket ő festett. Hát nézzük. De ezek a valóságban is, tehát ezek valódi festmények? Nagyját is lefestette amúgy.
Érdekes ez amúgy. Ezt 85-be festette. Gondolom akkor, amikor terhes volt. Gondolom én. Tehát ezeket akkor festette, amikor depresszióba volt? Gondolom én. Hát meg gondolom, akkor festette, amikor terhes volt, de azt már mondtam. Hogy... itt van a kabin. Akkor ezt is ő festette. Itt is olyan hangok vannak, hogy beszarok amúgy. Tehát ezeket meg akkor festette, amikor meghalt a gyerek. 86-ba halt meg. Akkor jól mondtam. De... És itt van ez a kibaszott hang. Tök érdekes, hogy így meg lehet nézni, hogy mikor miket festett. Igen, itt a halál, itt a gyerekágy. Beteg. És a valóságban is gondolom így festenek. Amik történnek velük, festőkkel. Tehát itt meg a démonok, szörnyek, stb. És ez meg itt a pokol. Én még egyébként megmondom az őszintén nektek, én még soha nem voltam ilyen helyen, hogy így le lehet ülni, lehet így nézni, így ülve is a képeket, így csodálkozni rajtuk. Életemben nem voltam még ilyen helyszínen. Ott az a baszó festmény. Looping hallway. Igen, és ezeket már 90-ben festette. Ki a faszon fest ilyet egyébként, most úgy őszintén? A múlt szellemei. Úristen! Baromi ijesztő. Érdekes egy rész ez így a játéknak. Nem tudom egyébként, hogy ez hozzátesz-e a sztorihoz, vagy nem. A sötét út. Baszott egy festmény az is. Hellbound. De az tök jó, hogy ezeket itt szinte mind láttuk a játékban, szóval... Nem tudom, hogy ez hozzátesz-e így a sztorihoz, vagy nem.
akkor ez volt az utolsó, amin dolgozott. Tehát még rá se tudta írni a nevét a képre, nem? Meg hogy mikor fejezte be. És akkor 99. június 6-án halt meg. Ja. De várjatok! Itt a végén azzal, hogy köszönjük a don, tehát a támogatást, a donation. Tehát ő egy valódi festő volt, geci. Most kapcsolok. Ő tényleg egy valódi festő volt, aki tényleg meghalt ekkor. És akkor ő belőle csináltak így egy játékot. És akkor ez egy úgymond igaz történet, mármint az a része, hogy neki tényleg meghalt a gyereke, stb. És akkor ezek alapján festett, és akkor ezek a valódi festményei belerakták a játékba. És akkor gondolom, hogy ahogy megvettük a játékot, ezzel támogattuk ezt az egészet. Gondolom én. Hát nem fasságból írták ezt ki. Hát ez nagyon kemény. Ja igen, hogy gondolom a fejlesztő szereti az ilyen különleges extrákat a DVD-n. És akkor ez a galéria is az ő verziója ennek. Tehát, amúgy én is szeretem a DVD-ken az extrákat viccen kívül. Én is mindig nézem a verkfilm, meg a... Ott is vannak ilyen galériák, mármint ilyen képek a filmekből, stb. Tök jó dolgok ám ezek. És akkor ezzel akarta megköszönni, hogy játszottunk a játékkal. Hát, nagyon szívesen amúgy. Micsoda? Tehát ez egy solo projectnek a... Tehát ez egy solo project volt. 3 évig csinálták a játékot. De egyébként egy jó játék lett szerintem. Tehát én nem szidom egyáltalán. Mert lehet, hogy másoknak az jött le, hogy szidom. De nem. Ó. Jó, hogy ezek démonok voltak. Sarah szelleme. Azaz. Extrák. Ó, hogy még törölt részek is vannak.
amit meg tudunk nézni, trailerek, design, na, király. Most ezek voltak a izés poszterek, a tehát mielőtt a játék megjelent. Én kurvára nem látok itt szart se amúgy. Kurvára nem lehet látni, mert pont úgy esik a izé, a fény. Na, itt van Sarah. Nem tudom, ezek a démonok egyébként nem kellettek volna így a játékba, ezek a démonok, mert valahogy egy ilyen illúzió romboló volt ez az egész. Itt van a V3-as, V4-es meg a V5-ös változata Sarának. Hát imádom az ilyen extrákat, az ilyen kis kulisszatitkokat. Ilyen volt a Broken Mind-ba, emlékeztek? Hogy ott is egy kicsit megtudtunk valamit így a hátteréről a játéknak. Ezek tök érdekes dolgok. Várjál, itt van egy törölt rész. Ezt nézzük már meg, ez engem érdekel. Baba. Hogy ez is milyen beteg már, itt ez a rész. Csak az a kérdés, hogy ez a játékban mikor lett volna meg hol? Szerintem, amúgy értem, hogy miért törölték, mert szerintem túl hosszú lett volna. Gondolom én. Hát ez meg nem tudom, hogy így mi volt. De ezt is törölték. Lett volna egy ilyen is. Aha. De ez baszó lett volna szerintem. Beteg. Beteg lett volna. Ó, hogy tudtunk volna tőle kérdezni. Ki tudtuk volna választani, hogy mit akarunk tőle. Na ezt viszont jobb, hogy kiadták. You know the answer to that. In between. Ezt jobb is, hogy... Is that where we are? Ezt jobb, hogy kivárták. Hát megkérdeztük, hogy festményben vagyunk? Hát bazd meg, szerinted hol a faszomba? She's here.
Hát szerintem jobb ez a módszer, ami volt. Várjál, itt van az előzetese. What is your emergency? He's still in the house. Are you in need of medical assistance? Are you still there? I can hear him. I'm dispatching a patrol car and ambulance to your... Meg ennek a világító toronynak is mi a faszom értelme volt, hogy ott eltűntek az emberek? Nagyon nem kapcsolódott a sztorihoz. Vagy csak én nem figyeltem. It's bad luck to see the bride before the wedding. Get out of here, you. You're my heart and soul. No, no, she doesn't hate you. It's just a drawing. It doesn't mean anything. I'm not the one with problems. I just need to numb the pain. No, ez az árnyék, ez nem volt benne a játékban, pedig az para lett volna. I want you to come with me. Struck Pleasant Falls. A woman was found murdered in her home. Amúgy ez egy kurva jó játék volt, de szerintem egy csomó mindent kivágtak belőle, úgyhogy... De én nem bántam meg, hogy ezt végigvittük. Ez a fejlesztő, ez például megérdemelte a izét. Mert ugye ez egy Kickstarter játék volt, ez kiderült, hogy kurvára megérdemelte a pénzt egyébként. Itt van a Kickstarter trailer. Mi a fasz? Volt ilyen is? Jó, ez a festmény, ez a legdurvább a játékban szerintem. If you're hearing this, I am dead. It wasn't always like this. I had everything. Bright future, love, happiness, a family. Then the darkness seeped in like a cold damp from below. I have seen the face of evil in the past. Visszatérve egyébként a festményeire, amiket mondtam, hogy ő lehet, hogy tényleg egy élő nő volt. A fasságot mondtam, azért elnézést. De ki tudja amúgy. Carmen's a bitch. And so I promise you this. You will understand your sins and you will reap what you sow. Na, ez egyébként egy hatásos előzetes volt szerintem. Most én ezt így megláttam volna, én is simán támogatnám. Komolyan. Igen, nem vagyok egyébként ilyen, de ez simán. Majd mindjárt megnézzük az előzetes, viszont itt van a promó videója. Kickstarter promó videó. Festmény, geci. Nagyon durva. És ahhoz képest, hogy ezt is pár ember dobta össze, geci, le a kalappal.
Ráadásul, ahogy most a csaj jött felénk, az meg például tiszta ördögűző volt. Kurva sok filmből loptak a fejlesztők. Infliction is a new first person horror game that earns its scares not from monsters and zombies, but from the horrible things people sometimes do to the ones they love. Of course, that doesn't mean it won't be scary. Hi, I'm Clinton McCleary, and for the last few years I've been working on Infliction as a solo project. I was originally inspired by Gone Home and its amazing environmental storytelling. Then I've tried to capture that sense of exploring a real place, but in a horror context. It isn't all exploration though. The player is being stalked by a spirit of vengeance, a single-minded personification of rage that actively hunts you down. While Infliction has some scripted sequences, it also has dynamic gameplay that pits you against powerful beings that want to kill you. Infliction is nearly finished, and will be out in time to play this Halloween. But with your help, I can make it even better. Ja, egyébként ez egy 2018-as játék. And I want to hire some help. De egyébként még a grafikája ahhoz képest még elég jó. Can take a solo project like this to a whole new level, really pumping up the realism of the characters and making it even scarier. This Kickstarter will allow me to hire an animator to breathe new life, or unlife, into the horrible characters you'll meet. I'll also be able to work full-time on Infliction for the last couple of months leading up to its release. This will let me put an extra level of polish on everything, add in some extra features, and hunt down the last few pesky bugs. If we raise even more than my initial funding target, there will be some really exciting stretch goals too. There's a creepy soundscape to use as background noise for your Halloween party or haunted house. Localization into a ezeknek egyébként például a hátsó részét meg sem néztem. Don't worry though, regardless of how many stretch goals we might hit, nothing is going to delay the Steam release. Infliction will be out in time for Halloween, no matter what. But with your help, it will be the absolute best and scariest it can possibly be. Várjátok, itt van egy original ending. Ezt nézzük már meg. Igen. Hellraiser, igen. Csak onnan lophatták, és ott van a feleségük. Ja, értem, a feleségünket vágták ki. Igen, hogy ott állt Sarah. Igen, de az 1.0-as verzióban még ez volt, és akkor jött a 2.0-as, és akkor abban már egy démonra cserélte a Sarah-t. Igen. Lett volna benne egy boss fight? Csak ezt is kivágta. Vagy valami ilyesmi. Meg itt van egyébként a launch trailer. Ezt még nem néztük meg. Ezek a festmények, geci, mennyire ijesztőek.
walls now without the light. And if that light calls to the void, it's gonna get real annoyed. And if Mama goes and gets unhinged, she'll punish you for all your sins. Touch little baby, don't you? Azért ez az előzetes, ez így eléggé hatásos. Na, hát végig, ezeket végig lestük. Ennyi volt. És akkor itt tudunk kimenni. De egyébként ezt is úgy írják itt ki, mint hogyha ő tényleg egy élő személy lett volna, akit tényleg meggyilkoltak. A híres festőt. Lehet, hogy ő egy élő ember volt. És az ember ennek utána néz, sőt, váltok csak. Hát nem találtam semmi, de ki tudja, srácok? Ki tudja? Na jó van. Én mindenkinek köszönöm szépen a figyelmet. Ezt is végignéztük. Végigjátszottuk. Meg vagyunk vele. Én mindenkinek ajánlom, támogassátok ezeket a fejlesztőket, mert ezek értenek is ahhoz, amit csinálnak. Kíváncsi vagyok, hogy most fejlesztenek-e valami játékot. Egyébként ez az egy játékuk van, hogyha jól láttam. Hát, hogyha meg valamit csinálnak, azt én várom. Mert kíváncsi leszek, hogy mit alkotnak még. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, srácok. Valamit akartam mondani, csak elfelejtettem. De mindegy, lényegtelen. Sziasztok! Vegyétek meg ezt a játékot, támogassátok őket, és akkor legközelebb találkozunk. Hello, hello!